Az Árvácska dalkör előadásával kezdődött a templomtéri kulturális kavalkád Kiskanizsán. A Kanizsai Kulturális Központ évek óta nagyszabású rendezvénnyel ünnepli a városrész búcsúját. Két naposra terveztük a rendezvényt, a tegnapi napunk az szépen lezajlott. A fellépők sokasága mellett a szép számú közönség is részt vett a programokon, és még az utcabál is nagyon jól zajlott, sokan részt vettek rajt. Közel éjfélig tartott a mulatság, aminek a vendégsereg is elég jól kitartott. A zenés szórakoztató programokon szívesen vesznek részt az érdeklődők, akik idén a búcsúk fagyját is megkóstolhatták. Fehér csokis málnás alappal és lájmal csináltuk meg. Azt hiszem ebben melegben kicsit üdítő, és úgy érzem, hogy nagy sikeret, mert nagyon sokan lettek belőle. A fagyizó mellett egy működő kis tankot is kiállítottak a gyerekek kedvéért, a gép egy hétig lesz itt látható.